Vasárnap motorzúgás törte meg a csendet Cikón. Egy beteg kislány gyógykezelésére gyűjtöttek a márka független autós találkozón, ahol lehetőség adódott élményautózásra is. A település művelődési házában gyerekprogramokkal, tornával és zenével is készültek a szervezők az adománygyűjtő rendezvény alkalmával. A zord télies időjárás ellenére sokan érezték szívügyüknek, hogy a szabadtéri program elemeket is tartogató eseményen pénzadománnyal segítsék a bonyhádi kislány gyógyulását. Két darab ládánk van kihelyezve, egy itt a hangosításnál, egy bent a kultúrházban, illetve az autózásért lehet egy kis pénzt adni, és akkor abból támogatjuk igazából Mirának a gyógyulását. A művelődési házban 250 forint per darabáron lehetett megvásárolni azokat a süteményeket, amelyeket jó szívvel készítettek el a felajánlók, ezzel is támogatva a 7 éves kislány gyógykezelését. Mira szülei 5-6 hónapos kora körül figyeltek fel arra, hogy valami nem stimmel a gyermekük mozgásával. Vizsgálatok sora következett, azóta pedig folyamatosan gyógykezelésre járnak. Az otthoni torna mellett heti szinten viszik többek között Szekszárdra, fizikoterápiára. Ez nem csak lelkileg ráterhet a családra, anyagilag is. Nagyon sokat, hetente kétszer visszük tornára, de járunk 2 hetente is. Így nehéz így járni vele itt tornára, meg itt cipelni. Reméljük, hogy meg fog gyógyulni. A szülők bíznak gyermekük állapotának javulásában, amelyhez nagy segítség az a közel 850 ezer forint, amely a cikói márka független autós találkozón gyűlt össze Mira kezelésének támogatására.